A mai nap egy Einstein idézettel szeretnék foglalkozni. Az úgy néz ki, hogy az okos emberek megoldják a problémáikat, a zsenik pedig megelőzik őket. Ez lenne a mai idézetem. Einsteintől származik állítólag. Szervusztok, Szűcs Tamás vagyok, az üzleti gondolkodó. Szóval ez az idézet számomra azt mondja, hogy lehetsz okos, lehetsz tapasztalt, lehetsz bármilyen jó probléma megoldó képességgel megáldva, esetleg kialakulva, meg tudod oldani, ha elét kerül a probléma, viszont akkor vagy igazán jól felkészült, esetleg azt mondanám, hogy vállalkozói vénájú, hogyha igyekszel elkerülni őket. Tehát te már előre arra gondolsz, hogy különböző eseményeknél, különböző eseteknél miként fogod elhárítani ezeket. Na hát valójában ez a stratégiaépítésnek az alapja. Erről írom a könyvemet, illetve ez az, amihez szerintem nagyon jól értek. Tehát ha valaki valami kérdéssel jön hasonlóval, akkor én nem azt nézem, hogy hogy kéne ezt megoldani, önmagában nyilván ezt is, hanem sokkal inkább azt, hogy hogy lehet különböző mellékszálakon jövő problémákat, vagy későbbiekben előgördülő problémákat már előre kiküszöbölni. Tehát hogy nem lépsz bele abba a sárba, ami éppen mondjuk előtted egy kis tócsa, inkább hogy kerülöd ki, mint azon agyalogni, hogy hogyan és miként szállítsd meg a cipődet, zoknidat, ne fázzál föl, ne ázzon ki a lábad, és mindenhez hasonló szövevénye annak, hogyha belelépsz abba a pocsolyába. Igazából egy nagyon-nagyon régi példa, nevezzük példának, mint inkább tanulságos eset, most már inkább 20 éve történt a dolog, még eladóként dolgoztam, nagyon jól el tudtam bújni a pult mögött, bár ekkoriban már kezdtem kijönni onnan, és jöttek hozzám, hogy mekkora ötlet van, és csináljunk egy borozót, és az mekkora jó ötlet lesz, csináljuk együtt, mert az még jobb, némi kis tapasztalatom volt benne, és mondtam, hogy én azért nem csinálnék, mert hamarosan azok a szelek járnak, hogy ami miatt megéri ezt az egészet, a játékgépeket, ugye átveszi az állam, mint koncesszióban. Bocsánat, helyesbítenék, ezen 10 éve volt inkább. Tehát az, ami igazán eltartja azokat a borozókat, amilyet ő is át szeretne venni, az abból él, hogy ugye a játékgép, mert tudom, hogy hogy működik. Nekem is volt borozom, abban is volt játékgép, pontosan tudom, hogy nem a kimért 2-3 üveg napi sörből, meg az egyéb 1-2 deci borból, egy kis rövidből él a borozó, hanem a játékgépből, amit ott hagynak a, hát azt mondanám, hogy szenvedélybeteg, vagy inkább beteg emberek. Nem fogadta el a illető ezt, mint megoldásnak. Ezen kívül elmondtam, hogy ha nincs végzettség, előbb-utóbb megpiszkálják, ha nekiáll és okoskodik, trükközget mindenféle zárjegy nélküli dolgokkal, mert ugye alapban az üzleti tervében, a szóban elhangzott üzleti tervében benne volt, hogy miket tudna szerezni, milyen áron, hogy kell eladni, mekkora haszon, csak fölözni kell. Na mindegy, lényeg, hogy belevágtak, hiszen ez egy családi dolog lett. Nagyon gyorsan ugye a gépeket 1-2 éven belül betiltották, nevezik, hogy állami koncesszióba helyezték. A NAV folyamatosan járkált a nyakukra, mert egyszer-egyszer megfogta őket a zárjegy nélküli italokkal, bejelentési elmaradásokkal és így tovább, és nagyjából 4-5-6 éven keresztül kompletten állandóan hadba álltak valakivel. Tehát igazság szerint ezeket a problémákat mind meg lehetett volna úszni előre, hogyha vagy úgy számol és úgy kezd bele az egészbe, hogy nem a trükkel is kijövő összegnél, tehát a papíron működött volna a vállalkozás a trükkök nélkül, akkor nem kellett volna trükközni ahhoz, hogy legalább valami kis hasznuk legyen rajta, így viszont trükközés nélkül nem volt hasznuk. Ebből adódóan az állandó trükk miatt ugye folyamatos idegeskedés, családba felütötte a fejét az ellenségeskedés, nem lett jó vége a hosszú távon. A legjobb tudásom szerint még egy válás is lett belőle, illetve nem is csak ebből, hanem ez csak egy szikra volt benne, hogy állandóan gond volt a kocsmával. Amikor a NAV bezáratta, ők elkezdtek hátulról beengedni embereket. Én úgy tudom, hogy talán abban is fogták meg őket, illetve hát igazából figyelmeztették, hogy nem kéne, mert tudnak róla. De hát egy zűr volt az életük.
Lehet, hogy okos volt, mert ideig, óráig éltek belőle, de rengeteg problémától meg tudták volna menteni magukat, illetve az egész környezetüket. És anyagilag sem biztos, hogy hosszú távon érte ez meg nekik. Azt hiszem, ennyit kívántam a mai fejlődésért tenni. Tehát még egyszer elmondanám az idézetet. Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik elkerülik, nem, megelőzik. Így hangzik pontosan. Tehát köszönöm szépen a fejlődésedért való tételt, már pedig az, hogy velem vagy. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, ha esetleg bármi eszedbe jutott, akkor a kommentekhez meg tudod írni, megkeresel privátban, így úgy amúgy, ahogy neked kényelmesebb. Csatornámra nem vagy feliratkozott, tedd meg légy szíves, csengetyűt benyomod, minden egyes újabb videóról fogsz kapni értesítést, és azt hiszem ennyit gondoltam mára, még egyszer sziasztok!